Európa területének jelentős részét pár ezer évvel ezelőtt erdők borították. A történelem viharai és a társadalom növekvő igényei miatt kontinensszerte egyre több erdőt irtottak ki. Szinte bármerre járunk, többnyire őshonos fajokból álló, de a gazdálkodás szempontjai szerint kialakított erdőket találunk, ahol leginkább faanyagtermelés folyik. Pedig harmaduknak elsődlegesen valamilyen védelmi funkciót kellene betöltenie. A természetes erdők, erdei élőhelyek fontos szerepet tölthetnének be. Változatosságuknak köszönhetően ellenállóbbak, és számos olyan dolgot nyújthatnak környezetüknek, melyre az egykorú, csupán néhány fafajból álló gazdasági erdő nem képes. Állapotuk javítása ezért a természet és a társadalom érdekeit egyaránt szolgálja. Ezt a célt többféleképpen el lehet érni. Vágásterületeket létrehozó erdőgazdálkodás helyett sok esetben lehetőség lenne az élőhelyi változatosságot szem előtt tartó, idős faegyedeket megőrző, kíméletesebb gazdálkodást folytatni, így fenntartva a folyamatos erdőtakarót. Szinte mindenhol segíthetjük a természetes sokszínűség növekedését. Furcsának tűnhet, de egy homogén szerkezetű erdőben ennek egyik legfontosabb eszköze a fűrész. Az egykorú fák közül néhányat kivágva utat nyithatunk a természetes újulatnak. Méretben, fafajokban változatosabb, többkorú erdőt tudunk így létrehozni. Fontos a táplálkozóhelyek, élőhelyek, mikroélőhelyek gazdagítása is, például oduk kihelyezésével. A legtermészetesebb erdőket akár magukra is hagyhatjuk, mert ezek önszabályozó módon működnek. Változatosságuknak köszönhetően ellenállóbbak a kihívásokkal szemben. Az is fontos cél, hogy állapotukat javítva bővüljön az ilyen erdők köre, amihez a természetvédelmi erdőkezelés eszközeivel tudunk közelebb kerülni. Új ismeretekre alapozva erdőinket kíméletesebben tudjuk használni, kezelni, megőrizve természeti értékeiket. Így szélesebb körben tudják ellátni szolgáltatásaikat, ezáltal biztosítva számunkra is élhetőbb környezetet.